múltból is élünk. De vannak, akik azt mondják, nem élnek a múltból. A múltból nem lehet élni. Csak a jelenből és a jövőből. Nem igaz. Elhatároztam, mert féltem attól, hogy visszajön a Stalin világ. Semmi több, nem pénzért jöttem. Sokat gondolkoztam, sok problémáim voltak az életben, de hogy beszélgettem a Guszti bácsival. Sokat beszélgettem például a spanyolokkal, és ők mindig vigasztaltak, nagyon rendes emberek, hogy őszinte legyek. Megszerettem őket, nagyon-nagyon. Csak annyit mondtam, hogy otthon a fájdalmat könnyebben el lehet viselni. Seco Herida, az egy lelki sebről akarsz beszélni, nem? Minden embernek megvan tulajdonképpen az életében a lelki sebei, amiben az emberek nem látnak bele. Ha társaságokban vagyunk, akkor vagy elviccelődünk valamit, mosolygunk, vagy vicceket mesélünk, és eltereljük a saját magunknak a lelki fájdalmait, kérlek szépen, olyan cselekedetekkel, amit tulajdonképpen az emberek elhisznek. Lehet bohótságokkal, művész embereknek kell lenni, akik elterelik tulajdonképpen a millió és millió embereknek a gondjait és a lelki fájdalmait, elterelik például a cirkuszba, a művész emberek, a teát, a színházakba, és épp úgy kérdezi, a operákba, éppen azért hívják ezeket művész embereknek, de sokszor azoknak a művész embereknek is megvannak a lelki sebei. Meg kell érteni tulajdonképpen egymásnak a gondjait. El kell felejtetni, mielőtt meg kilépünk a színpadra, bocsánatot kérek, a zöld gyepre. És csak egyért harcolunk, a győzelemért. Megvédeni azt a klubot először is, ahol tulajdonképpen, amelyik dresszet fölveszi saját magunk. Hogyha jó Isten segít bennünket, és olyan értéket adott, hogy megvédeni egy magyar hazát, vagy egy bármilyen országot, az még nagyobb felelősség. Mert mielőtt még kimész, érted a futballpályára, legyen akármilyen mérkőzés, barátságos nemzetközi mérkőzés is, nálam nem voltak barátságos nemzetközi mérkőzések. Egy volt előttem, hogy a 10 millió csak, ami Magyarországon van magyar, boldog legyen, és akik távol vannak a hazáiktól, azoknak is tulajdonképpen boldogságot szerezzek, és ugyanakkor büszkén mondhassák azt, hogy igenis, mi magyarok vagyunk. És ugyanakkor már hogyha lélekről beszélgetünk, és beszélgetünk az örömről, és én borzasztóan szerettem mindig mosolygós arcú emberek között élni. Mert ez egy ragályosság. Öröm ragály.